traumatológust és asszisztenseket díjaztak az egészségügyi központban. Bemutatjuk a Hél István díjazottakat. A téma vagy a marketing vonza inkább az érdeklődőket a programokra. Pintér Krisztinát, a lakótelepi közösségi ház vezetőjét kérdezzük a rendezvényeikről. És férjhez adták a mennyasszonyt. A kincskereső óvoda hagyományőrző programján népviseletbe öltözött gyerekek játszottak lakodalmast. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kálai Lajos. Jó estét kívánok! Ahogy arról már többször is volt szó műsorainkban, a Budaörsi Egészségügyi Központ az elmúlt hetekben még az országos sajtóorgánumokba is bekerült az egynapos sebészeten történt fertőzésekkel kapcsolatban. Ez ügyben új hír nincs, de ami még nálunk nem hangzott el, az az, hogy a helyi Fidesz tartott sajtótájékoztatót, amire azonban bennünket nem hívtak meg, arról nem kaptunk értesítést. Illetve az a hír is ide kapcsolódik, hogy a kormányhivatal vizsgálata szerint a fertőzéseket a közegészségügyi, járványügyi előírások betartásának elmaradása okozta. A megállapított hiányosságok miatt 5 millió forint egészségügyi bírságot szabtak ki az intézményre. Közben pedig Wittinghoff Tamás polgármester a Facebook oldalán azt írta, hogy valaki a ráccsal és zárral lezárt tetőtéri részre törvénytelenül behatolva fényképeket készített egy iratokat tartalmazó szekrényről. Ezután pedig, ahogy Wittinghoff írja, egy NER-hez tartozó újságíró őt azzal kereste meg, hogy az egészségügyi központ szerintük szabálytalanul őrzi a betegek iratait. A polgármester ezek után felteszi a kérdést bejegyzésében, hogy ez véletlen lenne? Szerinte egyre nyilvánvalóbb, hogy szervezett és törvénytelen akciókkal akarják ellehetetleníteni a város egészségügyi intézményét. Ahol egyébként a történtekettől teljesen függetlenül mondhatjuk, hogy számos kiváló orvos és asszisztens dolgozik. Közülük egy traumatológust és két asszisztens díjaztak, ők kapták meg a 2018-ban váratlanul elhunyt ortopéd sebész nevét viselő Hél István díjat. Szeretném, hogy picit fölhúznák a szoknyáját, megnéznék a szép térdecskéjét. Szeretném, ha kinyújtaná teljesen. Kérem, hajlítsa be. Nagyon jó, szépen mozog. Nyújtsuk ki. Most azt kérem, hogy az ujjait mozgassa. Második alkalommal ítélte oda a Budaörsi Egészségügyi Központ az intézményben gyógyító orvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak adományozható Hél István díjat. Az idei kitüntetett orvos, dr. Ferenc János traumatológus, aki több évtizede végzi kimagasló segítő munkáját. Én vidéken pápai sebészeten kezdtem, mint általános sebész, és aztán a szakvizsgám idején meghívtak Budapestre. Közben a felesége ide került gyerekgyógyásznak, Budaörsre, elcsábította is, hogy jöjjek föl pápáról, és akkor én a baleseti sebészetben kaptam helyet. Normál sebészeten nem jutottam szóhoz, a megígért állást azt nem sikerült megkapnom, úgyhogy bekerültem az Országos Baleseti Intézetbe egy nagy csoport, két tagjaként, második tagjaként, mert az első az professzor lett ott az intézetben azóta. Úgyhogy így lettem traumatológus, és a fertőzés az megmaradt. Onnantól kezdve nem akartam visszamenni már sebésznek. Maradtam a baleseti sebész. Ugye egy nagy hírű intézet, az Országos Baleseti Intézet neveltjeként futottam az elején. Ott dolgoztam 13 évet. Aztán átkerültem a János Kórház baleseti sebészetére az Orczel professzorhoz, aki egy ugyancsak híres baleseti sebész volt. Úgyhogy így ott maradtam, és jelenleg is a János Kórházban dolgozom. Dr. Ferenc János sebész, traumatológus 1969 óta van a pályán. 1996 óta tart a Budaörsi Egészségügyi Központban baleseti sebészeti rendelést. Jelenleg heti két alkalommal látja le a rendelésén megjelenő sérülteket. Korábban megkapta az évorvos elismerést és a várostól a Budaörs egészségügyiért díjat is. Annak idején az volt a divat, hogy a baleseti sebész csak az lehet, akinek van sebészeti alapképzettsége. Tehát a sebészeti szakvizsgával jutottunk oda, hogy baleseti sebész lehessen az ember. Tehát az alapvető sebészeti teendőkre fölkészült akkor már, és akkor jött a baleseti sebészet, ami a sürgősségi dolog. Helyenként sokkal sürgősebb, mint az általános sebészet. Gondoljanak itt egy, mit tudom én, egy vakbélműtétre, vagy gondoljanak egy érsérülésre.
mondjuk ugye a baleseti sebészetben akár egy autósérülés is bekövetkezhet, vagy egy karotis sérülés, amit el kell látni. Volt ilyenünk, szerencsésen meg is úszta a páciensünk. Úgyhogy nehéz. Hél István díjban részesült Winkler Vilmosné is, aki egy év megszakítással 1994 óta áll a budaörsi szakrendelő alkalmazásában. Jelenleg a diabetológiai és a bőrgyógyászati szakrendeléseken találkozhatnak vele a páciensek. Az intézmény szakmai bizottsága által Hél díjra érdemesített harmadik munkatárs, Kucsera Beáta 1988 óta dolgozik az egészségügyben. Budaörsön jelenleg a sebészeti, érsebészeti és a kardiológiai betegellátásban vesz részt. 35 évvel ezelőtt körülbelül elhatároztam, hogy szülésznő szeretnék lenni, de sajnos az első munkahelyem a Szent Imre Kórház volt, ahol nem volt erre lehetőség, hogy ez irányba tovább tanuljak, ezért maradtam a felnőtt szakellátásban, és nagyon megszerettem ezt az oldalát is, a sebészetet, érsebészetet, nagyon szeretek itt dolgozni. Mikor került Budaörsre, és hát milyen itt a légkör, milyen a munkakörülmény, mennyire szereti dolgozni? Nagyon szeretem a kollégákat, az orvosokat, nagyon sokat tanultam tőlük az elmúlt 10 évben, körülbelül 10 éve dolgozom, 10,5 éve itt az intézményben. Először Biatorbágyon is dolgoztam, felváltva Budaörssel, most már csak Budaörsön vagyok. Ketten, most már ugye négyen, hogy mondjuk a tavalyi két díjazottal együtt kapták meg, mint szakápolók ezt az elismerést, mit jelent ez önnek, és hát igaz, hogy a kolléganője most beteg, de mit éreztek, amikor átvették ezt az elismerést? Én azt gondolom, hogy Winkler Marcsikával nevében is beszélhetek, nagyon megtisztelő volt ez a díj számunkra, és hogy elismerik a munkákat, a mindennapi küszködést itt az egészségügyben és a betegekkel, ez nagyon megható volt. A díjat minden évben egy orvos és két szakasszisztens kaphatja meg, akiket arra a szakmai grémium méltónak talál. Hél István nagyon kiváló kollégánk volt, szegény, nagyon, nagyon fiatalon elérte a halál. Nagyon sok embernek segített, ő volt az alapítója, egyik alapítója az Egynapos Sebészeti Társaságnak, és 2004-ben ide hívtuk, és akkor Hél István volt az első ortopéd sebész, aki itt operált és itt lerakta a tért tükrözés útján végzett beavatkozásoknak az alapkövét. Nagyon sokat dolgozott ezen, hogy fejlesszük ezt a profilt, és halála után mi úgy gondoltuk, hogy alapítunk egy díjat annak a három kiváló dolgozónak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak emberileg is, meg szakmailag is. Van egy az intézményünkben egy bizottság, aki minden évben szokott összeülni, és kiválasztan ezt a három embert. Általában nagyon-nagyon sok nevet teszünk az asztalra. Közülük idén dr. Ferenc János, Winkler Vilmosné és Kucsera Beáta vált méltóbbá az elismerésre. A lakótelepi közösségi ENSZ vezetője, Pintér Krisztina van itt ma este a stúdióban, kezit csókolom. Jó estét kívánok! Amikor meghívjuk, akkor nyilván azért hívjuk mindig, hogy a programokról beszéljünk, ez ma is így lesz, de ne ezzel kezdjük, kérem szépen, hanem kezdjük azzal, amit én a műsor tartalomjegyzékében, a headline-ban is felvetettem, hogy vajon mennyire fontos a programok esetében a marketing és a hirdetés. Magyarul egy rosszabb programot is könnyebb eladni, és többen jönnek, ha jól megvan marketingelve, tehát ha Facebookon, hirdetésekben, különböző csatornákban hirdetik, vagy egy jó programra se jönnek olyan sokan, ha annak nincs megfelelő sajtója. Szóval hogy van ez? Hát nem tudok törvényszerűséget mondani. Tehát azt se tudom már megmondani, hogy mi a jó marketing. Mert volt már erre is példa, volt már arra is példa. Én most már, amit tudok mondani, nem igazán szórólapozunk, inkább a Facebook, hogyha így ki lehet mondani, a Facebookon hirdetünk, illetve hírlevél még, amire nagyon jól jönnek. Meg hát amikor így én ajánlom, vagy mi ajánljuk a programokat a látogatóinknak, szerintem még az a legjobb. Hát és talán valamit számít, nem is sokat biztos a városi televízió. Tehát mi, hát amit programajánlunk, vagy például ezek a dolgok. Képújságban is benne. Egyébként ez is nagyon érdekes, hogy hogyan átalakult mindez, akár csak az elmúlt 10 évben. Tehát 10 évvel ezelőtt még azt lehetett mondani, hogy a szórólapok, a plakátok, az vitt mindent. Ma meg már szinte nem is számít, miközben egyébként nagyon drága.
Igen, igen. Én úgy vettem észre, hogy szinte semmit nem számít. De ezzel nem alakul ki egy buborék? Tehát nyilván hírlevelet azoknak küldenek, akik regisztráltak. Nyilván a Facebookon azok olvassák a programokat, akik egyébként csatlakoztak ahhoz a csoporthoz, amiben a közösségi ház benne van. Igazából én úgy érzem, hogy akik ránk figyelnek, akik tudják a közösségi ház, hogy itt van, hogy programok vannak, akkor megnézem, hogy milyen programok vannak, és választok belőle. Tehát én úgy érzem, hogy nem is csak a programkeresés, hanem a közösségi ház, mint maga, annak a programjait nézik, és úgy jönnek. De ha buborék alakul ki, akkor nyilván van egy csoport, aki megszokott egyfajta programkínálatot, ők ezt is várják el. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy kell és tud újítani a lakótelepi közösségi ház? Hát szeretnék mindig újítani, de megmondom őszintén, nem annyira sikerül, mert mindig visszatérünk ahhoz, hogy már várják az egészséggel kapcsolatos előadásokat, és akkor megint visszakanyarozok arra, amit mindig beszélünk, hogy ugye nagyon sok egészséggel kapcsolatos előadásaink, programjaink vannak, de hát ez megy. Ugye próbáltam, most Pitti Katalin is jött hozzánk, jó volt, voltak sokan, de nem annyira, mint amennyire én számítottam, megmondom őszintén, hogy ugye ez egy kicsit más, ez egy kicsit ugye zenés műfaj, és hát most ilyen volt Aranyosi Ervin is, ami szintén egy újdonság volt, egy költő. Egy közönség találkozó volt, igen, és jó sikerült az is, tehát az, de valahol viszont az az egészséggel kapcsolatos, megint csak, ugyanis ő a, hát akkor kicsit mesélek róla, Meridián torna végén szoktam Aranyosi Ervin verseket olvasni, és hát ez egy kicsit meglepetés volt a csapatnak, a csoportnak, természetesen nem csak nekik, hanem ugye minden érdeklődőnek, és akkor azt is elmondom, hogy kezdtem így a verseket olvasni, ugyanis amikor én 4 éve átvettem a Meridián tornát, az az ember, az az úriember, Szent Györgyi Tamás egyébként nevezzük nevén, nagyon sok verset tudott. És az óra elején, végén, közepén folyamatosan mondta a verseket, és ahogy átvettem a csoportot, és akkor bizony megkérdezték tőlem, hogy és vers? És akkor találkoztam Aranyosi Ervin verseivel, és akkor hát úgymond szerettem bele, mivel hogy minden nap tesz föl verseket, és tanulságosak az életből, nagyon-nagyon-nagyon sok tanulságot merít, és olyan jó, hogy a verseket utána elviszik, elkérik tőlem, elviszik, továbbadják, van, aki mondja, hogy kiteszi a konyhába, olvasgatja, vagy elviszi a beteg barátnőinek. Pedig ez azért egy réteg, tehát azért azt mondjuk ki, igen, hogy a mai világban, aki verset olvas, az egy, igen, nagyon szűk réteg, mondjuk, mint aki operát hallgat, hát vagy akit van, érdekel az opera. Van. Igen, igen, mindenképpen, de ezek a versek talán a mondani valója miatt egy kicsit több ennél, mint irodalom és mint vers. Igen, és ez azért is érdekes, mert ha azt mondjuk, hogy lakótelepi közösségi ház, és besoroljuk, akkor ez kulturális művelődési intézmény. A harmadikat már nem tesszük hozzá, hogy szórakoztatás, pedig szerintem a látogatók 90-95%-a szórakozni megy, vagy menne a közösségi házba, nem? Hát igen, mit nevezünk szórakozásnak? Ugye szórakozás lehet egy előadás is, mert... Az kultúra is lehet, vagy hát művelődés kultúra, is lehet. Tehát igen, tehát ez is most egy nézőpont kérdése, hogy minek soroljuk be. Hát én remélem, hogy élvezik, és ugye visszajelzések alapján élvezik a látogatók ezeket az előadásokat. Igyekszem olyan előadókat hívni, akik pörgősek, akik izgalmasak, és ugye... Visszajelzések alapján azt mondják a látogatók, hogy szeretnek bejönni, és ez a lényeg. Szóval amikor tegnap is úgy ment ki egy foglalkozás vezetőnk, hogy azt mondta, hogy annyira jó ide jönni, olyan jó itt a légkör, és ez jó. Hát igen, mert hivatalosan ugye a művelődési intézményekben dolgozókat úgy nevezik, hogy művelődés szervező. De ma már igazából nem művelődést kell szervezni, hanem rendezvényeket kell szervezni, programokat kell szervezni. Igen. Sőt, talán a közönség jobban jön, hogyha nincs szó művelődésről. És hát régen négy művelőnek. Hát pláne. De az is egyébként valahol egy szép szó, olyan retro szó, de szép, igen, szó, mert valahol az is a dolgunk. Igen, de minthogyha amikor felnövünk, olyan 18 éves kor után azt mondjuk, na minket már nem üveljen senki, mi aztán már mindent tudunk az életről. Igen, ilyen réteg is van biztos. Beszéljünk egy picit még a múltról. Hogy sikerült a tavalyi év? Nagyon. Ezek szerint akkor sikerült például növelni a nézőszámot? Igen,
látogatói számokat növeltük, mindenféle téren szerintem kiemelkedőt alkottunk, és hát ez nekem egy nagy büszkeség, hogy egyre többen jönnek, egyre többen szeretik, és hát most már mondhatom, hogy szinte nincs is helyünk a házban, mert ugye eddig még a kistermeink így délutánonként üresek voltak, de most már azok is beteltek. Egyre több a gyerekprogram. Most ez a legújabb, hogy gyerekprogram. Vannak újdonságaink, például a társas játékklub, akkor van óvodás angolunk. Menjünk sorba, társas játékklub. Ez azt jelenti, hogy valakik várják a többieket, hogy társasozzanak, és legyenek azok gyerekek, vagy felnőttek? Van moderátor, ugye, akik ezt szervezik, és akik játszanak velük, és akkor eddig csak gyerekeket láttam, de én úgy tudom, meg a hirdetésükben is az van, hogy felnőtteket is várnak. Ez egyébként tök érdekes, tehát itt a videójátékok világában én is látom a saját gyerekeimen, hogy egy társasjáték sokkal nagyobb örömet okoz, mint a nem tudom én milyen videójáték, hát de a videójátékhoz is leülnek. Hát ez együtt. Persze. Tehát itt most megint egy klubfoglalkozás jött itt létre, és nekem az a célom, hogy minél több klubfoglalkozás legyen, minél. Ugye a háznak is a közösségi ház, a közösségteremtés, és hát azt a klubokon keresztül tudjuk megvalósítani. Mikor vannak ezek a társasjáték klubok? Keddenként van délután. Minden kedden délután. Igen, igen. És lehet nyilván csatlakozni, persze, nem csak gyerekeknek. Persze, így van, nem csak gyerekeknek, gyereklelkű felnőtteknek is, illetve de nyilván azért óvodáskortól várják a gyerekeket, tehát azért valamennyire... Én úgy láttam, hogy ilyen kis iskolások már vannak. Mert ők mondjuk kedden délután iskolában vagy napközében. Iskola után idő, tehát úgy láttam, hogy rögtön iskola után már jönnek, igen. Oké, ez az egyik újdonság, a társasjáték, és mi még? Hát mondom, az óvis angol, ami ugyan volt már tavaly is, de most ehhez kapcsolódóan felnőtteknek is indítottak. Szombat délelőttönként van, és anyanyelvi tanár, tehát ez az érdekessége, hogy anyanyelvi tanár tartja, tehát olyanoknak ajánljuk. Ez egy tanfolyam az óvisoknak gyakorlatilag? Nem, ez most a felnőtteknek. Ez felnőttek. Tehát van óvisoknak is, és akkor az óvisok elmennek, és a felnőtteknek kezdődik. Ez egy ugyanaz tanfolyam? A tanárnő. Nem, ez inkább azt mondanám, hogy ez egy ilyen szinten tartó társalgási klub, ugyanúgy, ahogy tehát van nekünk a nem német egy tanfolyam, is. Nem egy iskola, hanem nem egy iskola. Klub. Tehát mivel anyanyelvi tanár van, ugye nem ért magyarul, és olyanoknak ajánljuk, akik szinten szeretnék a tudásukat tartani. Legalábbis azt mondja, hogy nem ért magyarul, aztán zsompolja magában. Nem biztos. Tudom, én úgy látom, hogy nem nagyon érti meg a magyar szavakat. Nyilván pár szót, igen, de... Néhány perccel ezelőtt azt mondta, hogy az egészséggel kapcsolatos előadások és programok iránt nagyon nagy az érdeklődés. Nyilván ezért rendeztek egészségnapokat is, a múlt héten értek véget. Igen, valahol véget értek, tehát így az egészségnapok rendezvény véget ért, de nem teljesen. Mert hát, mint mondtam, erre van a legnagyobb érdeklődés az egészséggel kapcsolatos programokra, és hát ugyanígy folytatjuk tovább azokat amik előadás sorozatok most kezdődtek, például a Kautsky Adrien, ő már ugye tavaly óta jár hozzánk minden hónapban más témával. Márciusban az allergiákról fog beszélni, februárban az ételtoleranciáról. Most ugye az ízületekről volt szó, és hát ez egész júniusig minden hónapban, tehát egyre többen jönnek oda, és nagyon-nagyon érdekes előadásai vannak. Olvasom itt a hirdetésében, hogy számos betegség hozható összefüggésbe az étel intoleranciával, ami manapság szinte népbetegséggé vált. Mit alakul ki, és mit tehetünk az étel intolerancia ellen? Kimondani egyébként nehéz, de szerintem mindenki érti, és sokan nem is gondolják, hogy az ételben van valami, amitől aztán bizonyám, betegek lesznek. Bizonyám, erről lesz szó akkor. Ez február 28, péntek 18 óra. Akkor még egy picikét, ha megengedi, visszamegyek. Február 13-án lesz olyan, hogy élményfestés. Sok ilyen programot Igen. látok egyébként Igen. az interneten, jó drágán hirdetik, Igen. főleg így Valentin nap kapcsán. Szeretek például a férfiak is festeni, nyilván vannak férfi festőművészek is, vannak, akik szeretnek, de alapvetően azt mondjuk, hogy rajzolni, festeni, hát az inkább női dolog, nem? Hát most épp azon gondolkodom, hogy volt-e férfi nálunk, mert ugye ez most egy pár hónapja működik. Egy-kettő talán, de nem sok. Ahogy egyéb programrainkra sem jönnek sokan. Fiúk voltak, tehát így kis iskolás fiúk, ők jönnek.
Ez miről szól ez az élményfestés? Az élményfestés tulajdonképpen ugye a... Nem tudok beszélni, igen. Élményfestészet. Élményfestészet ugye a másik közösségi házból jönnek, tehát ez az ezer színű alkotóműhely. Én szerettem volna egy kicsit a művészetet már bevinni, már évek óta van egy ilyen tervem, hogy becsempészem valahogy a művészetet is a házba. Próbálkoztam mindenféle téren, volt a sejemfestéstől az egyéb rajzolásig. Akkora sikere nem volt még, ennek úgy látom, hogy ennek nagyobb, úgyhogy meghívtam az Adrienéket ide, hogy mint ezer színű alkotóműhely, és akkor ők csinálják, patronálják itt nálunk is, úgyhogy ezzel így összedolgozunk. Ez borzasztó érdekes, hogy ami kamaraerdőben tök jól működik, és nagyon nagy az érdeklődés iránt, az mondjuk a lakótelepen nem működik, vagy fordítva? Ezt most nem mondom, hogy nem működik, nem annyira, mint ott, igen, nem annyira, mint ott, de ez mással is itt van. Például náluk az örömtánc nem tudott beindulni, nálam meg itt nagyon sokan vannak. De mondhatom a varróklubra is, meg sok. Szóval azért mi szoktunk így együtt dolgozni, meg együtt ötletelgetni, hogy ott mi megy, itt mi megy. De azt olvasom, hogy varrótanfolyam az lesz önöknél is. Igen, egyébként igen, Kamarerdőben igen, is van, sőt, ott többféle igen, is van. Igen, ott nála a varróklub van, nálunk most tanfolyam kimondottan van rá érdeklődés? Vannak már bejelentkezők, igen, remélem, hogy lesznek is így elegen. Február 15-én szombaton, igen, délelőtt 10 igen, órakor igen. indul egyébként. Miről nem beszéltünk még? Hát február 16-án pedig Takács Hajnalka, a dietetikus, szintén egészséggel kapcsolatos program. Ő volt január 5-én is nálunk, és hát egészen meglepődtem, hogy milyen sokan vannak, vagy voltak. Nagyon ügyesen csinálja nyilván, és ő február 16-án is jön, és következőkben is minden hónapban más témával. A mostani témája, a februári téma lesz, hogy diéta vagy egészséges táplálkozás. Mit jelent az egészséges táplálkozás, és mit takar a diéta? Tehát gondolom, itt a fogalmakat is tisztába fogja tenni. Mert nagyon aki diétázik, az nem táplálkozik egészségesen? Tehát aki diétázik, az nem táplálkozik egészségesen? Hát ezt fogják körbejárni. Mindezt tehát február 16-án. Február 16, igen, az egy vasárnap lesz ez most. Sok mindenre felhívtuk a figyelmet, és igen. Akit még érdekel, keresse önöket az interneten, így vagy van. A Facebookon. Így köszönöm van. Szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. A mennyasszony, a férj és a pap is óvodás volt. A népviseletbe öltözött kisgyermekek a kincskereső óvoda hagyományőrző játékán ünnepelték a menyegzőt. Az intézmény minden évben megrendezi a lakodalmast a Szélrózsa Néptánc Együttes segítségével. A hagyományőrző dramatikus játékra már hetekkel korábban felkészítik a gyerekeket, a dalok, a mondókák és a hagyományok megismertetésével. Kitti néni, Kata néni, és még mi kell hozzá? Bőlegény! Na, hát akkor jöjjön! Hol is van egy bőfé? Vagy egy bőlegény? Akkor ki lesz a mennyasszony, azt mondd el! Akkor ki lesz a mennyasszony? Hát te mondd meg! Na, gyerek, hagyta, téged választott. És itt el küldjük, de én meg mindenkit meghívok a lakodalomba. Miután eldőlt minden fontos szereplő személye, kezdetét is vette a mulatság, a kincskereső óvoda hagyományos lakodalmas játéka, amit ebben az évben is több mint 100 lelkes nagycsoportos óvodás varázsolt elénk. Lakodalmas játékot a Szilágy Janikó, az óvoda vezető ötlete alapján csináltuk meg, amit
12 éve már minden évben eljátszunk. Próbálunk így spontának lenni, de hát egy kicsit azért be kell gyakorolni, hogy azért élvezhető legyen, és próbáljuk az egész óvodát bevonni. Ugye régen a kisobodában ez másképp ment, de azért azt gondolom, hogy ezzel a 130 gyerekkel is meg lehet csinálni szépen. A történetét azt annak idején magunk írtuk, de ezt a tücsöklakodalmat, vagy gyereklakodalmat, ezt minden tájegységen meg lehet találni. Igazából nem új dolog. Hát mi is gyerekkorunkban eljátszottuk, ha saját élményünk volt, ugye a lakodalomban volt valaki a gyerekek közül, azután egy hétig azt játszotta. És ez mai napig is így van, hogy a gyerekek élményeire alapozunk, sőt a szülőknek a fényképeit el szoktuk kérni, hogy ha volt esküvői képük, akkor hozzák be, és akkor megnézzük, hogy az hogy is történt. Ezzel együtt egy kicsit így a rokonságot is megismerjük, meg megnevezzük, hogy mi az, hogy sógor, meg koma, meg nagynéni, meg nagybácsi, meg nagypapa, nagyszülők, hát azt mondjuk jobban tudják. És akkor ezzel úgy fölvezetjük az élményt, alapozunk, és akkor előveszünk meséket. Közben persze megtanulnak nagyon sok értékes dalt, beszélgetnek a szokásokról, játszanak, amelyek aztán mind be is épülnek az egészet összefoglaló lakodalmas játékba. Olyanokat játszunk, ilyen párválasztós kérő eladó lány játékot, fogyó gyarapodó körjátékokat. Ez ráhangolja őket. Aztán egyszer egy királyfit, amit aztán teljes mértékben megtanulnak, és mindent, ami a lakodalomról szól, ami hozzá kapcsolódik. Akkor aztán kézműves foglalkozások keretében csinálunk, vagy fakanálból, mennyasszony, ugye a korosztálynak megfelelően. Én most csutkababát csináltam a gyerekekkel, az is nagyon, nagyon szép lett, ilyen népies baba és fiú a gatyában és kalapban, úgyhogy nagyon tetszett a gyerekeknek, azokat megtáncoltatjuk. Tehát minden olyan, ami ehhez köthető, az mindig nagyon jó. Azt látom, hogy nagyon szép a ruhájuk. Mennyire hitelesek ezek a ruhák, hogy kerültek ide, és hát mennyire fontos, hogy a gyerekek ilyen szépen beöltözvenek egy lakodalomba. A gyerekek ruháit azt én vartam magam. Hát a régebbieket azt még nem is voltam itt, amikor már valaki megvarta. Nem hiteles, tehát nem szakszerű, ez csak egy ilyen. Igazából kékfestő nincs egy tájegységen, az munkaruha volt a régi időkben annak idején. De hát a kislányokra szokás adni. És egy kis jelképes pártát, hogy a nagylány szerepet fölvegyék. Mennyasszony, vőlegény, várjon a sorára! A lakodalmi népet kérem most a táncban, de várják meg a bemutatónkat! A gyerekek játékával nem ért véget a lakodalmi mulatság. Százhalombattáról érkeztek táncpedagógusok, ők mutatták be a környéken honos lakodalmas táncokat a gyerekeknek. Magával a fő eseménnyel, a bállal, a mulatsággal készültünk. Egy kis rigmus fogok elszavalni nekik, hogy azért hasonlóan a vőfé társamhoz én is megszólaljak, és utána egy kis bemutatóval készültünk, és utána ezt szeretnénk majd megtanítani nekik, természetesen egy kicsit egyszerűbb formában, de hogy magából, a lagziból, a mulatságból vegyék ki a részüket. Milyen táncok lesznek? Bemutatóként legényes táncokkal készültem, illetve a táncos párommal a hazai tájegységünkről, Mezőföldről hoztunk egy kis üveges, egy kis ugrós és friss csárdást, és hát utána majd természetesen ugrósra fogunk a gyerekekkel közösen táncolni. A bemutatót követően vette kezdetét a táncház, ahol az említett ugróst lépésről lépésre sajátíthatták el az óvodások. Amikor összekapaszkodtál, csak annyit fogunk csinálni, amit az előbb is már megtanultunk, hogy ugrálunk egymással szemben. Ja? Ez mindenkinek fog menni. Mindenkinek ment, mert nagyon ügyesek voltatok, a toppantás. Toppant.
Miután sorra begyakorolták a gyerekek a lépéseket, a párjaikkal próbára is tehették a frissen megszerzett tudásukat, és együtt robhatták a táncot kifulladásig. A Városi Magazin után mindjárt a Budaörs Palota női bajnoki röplabda mérkőzést láthatják, de még előtte hadd ajánljam a figyelmünkbe, hogy a Koldus Opera című darabot nézhetik meg a Latinovic Színházban kedden este 7 órakor, és a Bolti Tolvajok című japán alkotást vetítik a Művelődési Ház filmklubjában szerdán este 7 órakor. Legvégül pedig, mint mindig, mutatjuk elérhetőségeinket, ha van véleményük vagy kérdésük, akkor hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk. És tudják, ha lemaradtak valamelyik műsorunkról, akkor megtalálják a honlapunkon, a bvtv.hu oldalon, vagy a YouTube csatornánkon. Utóbbi azoknak érdekes, akiknek van okos tévéjük, vagy bármilyen okos eszközük, hiszen ott könnyebb megtalálni a YouTube-on valamit, mint egy honlapon. Én már a köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok, viszontlátásra! Városi Magazinnal legközelebb szerdán 18 órakor jelentkezünk itt a Budaörsi Városi Televízióban.